Jó reggelt kívánok! Én is szeretettel köszöntök mindenkit. A mai napon csodákról és feszültségekről lesznek, lesz lesz majd szó. Több kollégám csodákról fog beszélni, fantasztikus gépekről, számítógépekről, robotokról. Nekem is Csepeli Györgynek jutott az a, az a rész, hogy mi egy kicsit beszéljünk az ezekkel kapcsolatos feszültségekről is. Tehát én a feszültségekről szeretnék társadalmi feszültségekről néhány szót szólni. Tehát azért térjünk vissza egy picit a csodákra. Én falun nevelkedtem, és számomra a csodát az óriási mezőgazdasági gépek jelentették. Akkoriban mindig szerettem volna traktort vagy kombányt vezetni, és ma is szívesen kimegyek mezőgazdasági kiállításokra, és rácsodálkozok olyan gépekre, mint amiből itt látnak egy példát ezen a dián. Tudják-e, hogy mi ez? Ez egy tulipán hagyma betakarító gép. Úgy működik, hogy egy arasznyi mélységben felszedi maga előtt a teljes talajt, utána hasában kimossa a földből a tulipánhagymákat, és a végén szépen tisztán csomagolva kibocsátja magából az exportképes tulipánhagyma csomagokat. Ránéz az ember egy ilyen gépre, és azt mondja magában, hogy ez egy brutális gép. És ugye elgondolkozik azon, hogy mi az, hogy hatékony mezőgazdaság, vagy mi az, hogy termelékenység a mezőgazdaságban. Ez valóban egy brutális gép, de nem mondanám különösebben okosnak. Én mutatnék önöknek egy okos gépet, az egyik kedvenc példám ez. Ez egy olyan gép, ami salátát tud ritkítani. Ha a salátát elvetik, sokszor használom ezt a példát, akkor sűrűn nő. Ugye el kell dönteni, hogy melyik az a palánta, amelyeket megtartjuk, melyik az a palánta, amelyeket ki kell onnan iktatni. És nyilván, hogy a saláták között elkezdenek nőni a gyomok is. Ez a gép arra képes, hogy ezt a, ezt a munkát teljes egészében automatizáltan végrehajtsa. Ez egy robot, ez egy mezőgazdasági robot. A mezőgazdaság egy olyan terület, ahol meglehetősen nehéz robotokat használni. Ugye vannak már olyan robotok, amelyek szőlőt tudnak mecceni, vagy gombát tudnak szedni, vagy epret tudnak szedni, de igazából ezek a robotok meglehetősen lassúak, és egyelőre inkább a kísérleti fázisban vannak. Ez egy, ez egy működő, ez egy kipróbált gép. Erre mondjuk azt, hogy ez egy okos gép, azért okos, mert lát. De optikai felismeréssel azonosítja be a palántákat, azonosítja be a gyomokat, gondolkodik, el tudja dönteni, hogy melyik palántát tartsuk meg, mi a gyom és mi a, mi a palánta, cselekszik, cselekszik, mert azt a palántát, amelyekre nincs szükség, egy jól irányzott lövéssel késiktatja, tehát végre is hajtja a maga döntését, és eközben tanul. Minél többet dolgozik, annál okosabb lesz, és annál biztosabb ez a felismerés. Ez egy rendkívül hatékony gép, egy rendkívül hatékony mezőgazdasági robot. Mi kell ahhoz, hogy egy ilyen csoda létrejöjjön? Alapvetően három dologra van szükség. Szükség van vállalkozókra, feltaláló vállalkozókra, akik neki állnak és elkezdenek fejleszteni egy ilyen robotot. Itt a baloldali képen láthatják ennek a robotnak a két fejlesztőjét, az egyik az robottechnikával foglalkozik, a másik pedig számítógépes látással, számítógépes felismeréssel. Összeálltak egy egyetemi projekt kapcsán, elkezdtek dolgozni ezen a projekten, és most, most sikeres vállalkozók. Ugye kellenek olyan mezőgazdasági szakemberek, nevezük őket gazdáknak, farmereknek, akik használják ezeket a gépeket. Tehát azt mondják, hogy egy ilyen gép nekem kell. Ez a gép, ez, ez jó, ez csökkenti az én költségeimet, jól dolgozik, én ezt a gépet használni fogom. Aztán kellenek olyan, olyan, befektetők, akik azt mondják, hogy én ehhez pénzt adok, hajlandó vagyok ezt az egészet megfinanszírozni. Jobb oldalon látható az az ember, aki a legfő finanszírozó ennél a, ennél a cégnél. Talán a nevét hallották már néhányan, hogy Vinod Kosla, annak idején a Sun Microsystemsnek az egyik alapítója volt, ha valaki a Sandra még emlékszik egyáltalán, de hát óriási siker volt a, maga idejében. Tehát van vállalkozó, van feltaláló vállalkozó, van alkalmazó, aki használja ezeket az eszközöket, és van finanszírozó, a dolog nagyon szépen működik. Ugye itt vagyunk két egyetemnek, vagy három egyetemnek a sarkánál, tehát itt az ideje, hogy idézzük a klasszikusokat, hogyha Max Weber élne, ugye a híres szociológus, és ránézne erre a példára, akkor azt mondaná magában, hogy az egészet áthatja a kapitalizmus szelleme. A kapitalizmus szelleme, hiszen itt hivatásszerűen, rendszeresen és racionálisan törvényes nyereségre törekednek, nem spekulálnak pénzzel, hanem felépítenek valamit, egy gépet csinálnak, bevetik ezt a mezőgazdaságban, az egész jól működik, az egészet áthatja a kapitalizmus szelleme, tehát még egy ilyen negyedik összetevő is kell ez a dologhoz, ami nem más, mint a piacgazdaság. Tulajdonképpen csak egy bökkenő van, mielőtt teljesen átadnánk magunkat a lelkesedésnek, hogy egy ilyen gép, egy ilyen brigádnak, amely itt látható ezen a fényképen, tíznapi munkáját, egy ilyen kapáló, gyomláló virágnak, tíznapi munkáját két óra alatt elvégzi. Tehát ha van egy rossz hír ezeknek az embereknek, ez a cég egyébként Kaliforniában működik, ezek az emberek feltételezésem szerint mexikói vendégmunkások, hogy a munkájukra nem lesz szükség. A munkájukra nem lesz szükség. Nagy, valóban ez az arány, hogy tíz napi brigád munkát, nem egy emberét, hanem az egész brigádét, ez a gép két óra alatt elvégzi. Ezek az emberek a munkájukat emiatt a gép miatt, ezt az idénymunkát, ezt el fogják veszíteni erre mondja az ember, hogy nem biztos, hogy ezt sajnálnunk kellene. Ugye végül is arról van szó, hogy a technikai fejlődésnek köszönhetően az emberiség egy rendkívül kellemetlen, ugye nyaktörő, hát, hátbekínzó munkától, fizikai munkától, egy ilyen, egy ilyen monoton, kellemetlen munkától megszabadul. És így fejlődik a világ, hogy ezektől a, hát mondjuk ezt, ezt a jelzőt akarom használni, hogy alantas munkáktól, fizikai munkától, kemény munkától, kellemetlen munkától az emberiség a technikai földésnek köszönhetően szépen lépésről lépésre megszabadul, és ez igazából a történelem során már többször megtörtént. Ugye emlékezünk arra az időszakra a múlt századnak az elejéről, amikor óriási tömegek áramlottak át, ugye egyebek a gépesítésnek, vagy alapvetően a gépesítésnek köszönhetően, a mezőgazdaságból a modern gyáriparba. Tehát ott hagyták a mezőket, ahol ki voltak téve a szél, a viharok, az időjárás viszontagságainak, kemény, kellemetlen, rutinjelleg munkát végeztek, és bekerültek a modern gyárakba, bekerültek Henry Fordhoz, vagy valamelyik hasonló üzembe. A világ így fejlődik, megtörtént ez már a világban máskor is, és a modern gyáripar, a modern sorozatgyártás képes volt arra, hogy a mezőgazdaságból kiáramló munkaerőt, ugye óriási számokról van szó, hogy az arányok, nem tudom, 80%-ról, 70%-ról lecsökkent 2-3%-ra, óriási tömegekről van szó, de végül is ugye az új iparágak, a modern gyáripar ezt az óriási tömegű munkaerőt fel tudta szívni. Tehát nem kell különösebben bánkódnunk, a világ így halad előre, ezektől a munkáktól megszabadul a világ, és az új iparágak a technikai födésnek köszönhetően szépen új munkahelyeket teremtenek, és felszívják azt a munkaerőt, ami valahol másod feleslegesé válik. Valóban így működött eddig a világ, de a múltból a jövőre következtetni egy meglehetősen kockázatos dolog. Tehát eddig így működött, mutatnék önöknek néhány érdekességet, ami arra utal, hogy nem biztos, hogy a jövőben is így fog működni. Mutatok önöknek néhány statisztikát és, és néhány számadatot. Ezen az ábrán oszlopdiagramot látnak. Ugye az oszlopoknak a nagysága azt mutatja, hogy az amerikai Egyesült Államokban, tehát beszéljünk Amerika, Amerikáról, az egyes recessziók után, ugye a piacgazdaságban időről időre bekövetkeznek visszaesések, recessziók, hány hónapra volt szükség ahhoz, hogy a foglalkoztatás, vagy más oldalról nézve a munkanélküliség visszaálljon a korábbi, a válság előtti szintre. Ugye megy a gazdaság, előre van egy foglalkoztatási szint, van egy munkanélküliségi ráta, bekövetkezik egy válság, bekövetkezik egy recesszió, a cégek elkezdenek költségeket csökkenteni, elkezdenek embereket elbocsátani, majd ugye a jó hír az, hogy eddig minden recesszió véget ért egyszer, és amikor véget ért, akkor ismét elkezdenek az emberek, ö, embereket felvenni, és egy idő után a foglalkoztatás hogy a munkanélküliség visszáll a korábbi, mondjuk normálisnak tekinthető szintre. Azt látjuk, hogy az egyes recessziók után visszamenve egészen a 80-as, 70-es évekig, hány hónapra volt szükség arra, hogy ez a visszaállás bekövetkezzen. Láthatjuk azt, hogy egészen a 80-as évek elejéig ez az időszak viszonylag rövid volt, néhány hónapról volt szó mindösszesen, és nem voltak nagy változások. Tehát a világ ebből a szempontból meglehetősen stabil volt. A 80-as évek elején azonban valami történt, és ezek, ezek az oszlopok elkezdenek rakétaként felfelé menni. És hogyha az ember matematikusként néz rá, hogy ennyi adatból azért nehéz ilyen következetés levonni, de mintha exponenciálisan növekedne a hónapoknak a szám. És hát láthatják, hogy az utolsó év az 2001, tehát a legutolsó válság, a 2007-es válságnak az adatát, ide fel sem írtam, fel sem rajzoltam, aminek két oka van, az egyik az a lustaság, a másik pedig, hogy nem fért volna el. Nem fért volna el, ugyanis tavaly volt az az év, amikor Amerikában akkora volt már a foglalkoztatás, mint a válság előtt. Tehát valami kb. hat évnek, több mint hat évnek kellett eltelnie, tehát olyan magas oszlopot kellene ide rajzolnom, hogy az már erre a vászonra és erre a diára nem fért volna fel. Tehát ez a, ez a tendencia ez nem változott meg. Ugye van ebbe egy jó hír, hogy eddig mindig visszaállt a foglalkoztatás a következő az előző szintre, hogy a válság előtti szintre. A rossz hír viszont az, hogy egyre nehezebben. Tehát látszik, hogy ez a, ez a periódus, ez az egyre több hónapos, több éves periódus egyre kínosabb, egyre nehezebben megy ez kinyomja a munkaerőt a gazdaság, és aztán nagyon nehezen szedi vissza, nagyon nehezen szedi vissza, és ez az emberekben egészen biztos, hogy mély nyomot hagy. Ugye több éven keresztül munkanélkülnek lenni egészen biztos, hogy más élmény és mélyebb élmény, mint néhány hónapig ilyen rutinszeren munkanélkülnek lenni. Tehát ez egy, ez egy mindenképpen figyelemre méltó jelenség. Aztán maradjunk tovább a foglalkoztatásnál. Ez is egy érdekes grafikon. Miért van az, hogy ilyen magas szerte a nagyvilágban a fiatalkori munkanélküliség? A fiatalkori munkanélküliség. És miért van az, hogy ez a munkanélküliség ez nő? Ugye a világos kék, vízszintes oszlopok, ezek, ezek a régi adatok, és a, a sötét pedig a frissebbek, hogy szinte mindenütt nő a fiatalkori munkadélküliség. Egyes helyeken drámaian nő. Ugye látható, hogy itt a, a prímet az arab országok viszik el, és talán az ember egy kicsit belegondol ezekbe a számokba és ebbe a grafikonokba, azt a mozgást is jobban megérti. Azt a népvándorlást, ami most megindult. De szó sincs arról, hogy csak arab országokról lenne szó, hogy a második a, a sorban az Észak-Dél és Nyugat-Európa. Tehát valahol az arabok mögött ott van közvetlenül Észak-Dél és Nyugat-Európa, és mi is rajta vagyunk ezen a grafikonon, miért azt hiszem, hogy Kelet-Európaként szerepelünk? Én jobban szeretem, ha Közép-Európának neveznek bennünket, de nálunk is nő a fiatalkori munkanélküliség. Miért van ez, amikor azt mondjuk, hogy igazából a modern technika, a számítógép, az okostelefon a fiataloké? Ők okostelefonnal a zsebükben, a pelenkájukon születnek. Hogy van az, hogy mégis ilyen nagy náluk a munkanélküliség? Miért nem tudja a gazdaság ezeket a fiatalokat felhívni? Felcívni? Ez is egy olyan jelenség, amelyekre mindenképpen oda kell figyelni. Na most ez a, ez a grafikon egy kicsit komplikáltabb grafikon. Ez azt mutatja, átmegyünk Amerikából és a világból, átmegyünk az Egyesült Királyságba, átmegyünk Angliába. És azt nézzük meg, hogy különböző kategóriákban, ugye a legutóbbi válság után, hogyan kezdtek el a cégek, intézmények új munkahelyeket teremteni, és milyen fajta új munkahelyek jöttek létre. Ugye akik a vonal fölött vannak, a vízszintes vonal fölött vannak, ott pozitív változás van, ott új munkahelyek születtek. Amikor valami egy ilyen oszlop a vonal alatt van, az annyit jelent, hogy ott még munkahelyek szüntek meg. Nézzük meg a, a színeket. Ugye itt van a sötétkék oszlopoknak a sorozata. Ezek azok a munkahelyek, amelyeknek a betöltéséhez magas képzettségre van szükség. Mérnökökre, programozókra, jól képzett emberekre van szükség. Látjuk, hogy volt megingás a válság idején, de ez a kategória, ez meglehetősen gyorsan feltápászkodott. És amikor megindult, megint az új munkahelyek teremtése, nagyon sok olyan munkahely született, ahol magas képzettségre volt szükség, ha úgy tetszik, hogy ez a kategória viszi a, a prémet. Aztán itt vannak a világoszöldek, remélem, hogy itt is a vászon is világoszöldek. Ezek azok a munkakategóriák, amelyekben kifejezetten alacsony képzettségre van szükség. Tehát ez a foglalkoztatás és kállának az alja. Látjuk, hogy érdekes. Érdekes módon ezek is eléggé rendben vannak. Tehát itt is keletkeztek munkahelyek, ez a kategória is feltápászkodott. Hol van baj? A baj a lilákkal van. Ugye látják azt, hogy még 2010 után is ugye a liláknál csökkenés tapasztalható, és a lilák csak valahol egészen a közelmúltban jelennek meg. Na hát a lilák a középfokú végzettséggel rendelkező emberek. Ugye azok a munkahelyek, aminek a betöltéséhez érettségére, esetleg valamilyen alapfokú diplomára van szükség, középfokú végzettségre. Valami baj van középen. Ugye valami baj van középen, a legtetején, ugye munka foglalkoztatás szempontjából azt mondhatjuk, hogy jól vagyunk, vagy Anglia jól van, a legalja is feltápászkodott, legalja is feltápászkodott, de valami baj van középen. Valami baj van középen. És erre találunk más bizonyítékokat is. Ez egy még komplikáltabb ábrának tűnik. Ez azt mutatja, hogy hogyan változott azoknak a foglalkozásoknak az aránya, egymáshoz viszonyított aránya, amelyekben különböző fizetési kategóriák vannak. Ugye vannak a foglalkozások, amelyekben magas az átlagfizetés, vannak a foglalkozások, amelyekben közepes az átlagfizetés, és vannak a foglalkozások, ahol alacsony az átlagfizetés. És azt mutatja ez az ábra, hogy ezeknek az elmúlt években az aránya különböző országokban hogyan változott. Ha végignézünk a neveken, ha végignézünk a neveken, hol tapasztalunk növekedést, aránynövekedést, a legfelső meg a legalsó kategóriában. A legfelső és a legalsó kategóriában a piros vonaltól jobbra ez a két kategória van, szinte minden egyes ország esetében. Ez tehát nem egy helyi jelenség, úgy néz ki, hogy ez egy világjelenség. És akiknek csökkent az aránya, az megint csak az előbb említett középkategória. Közepes végzettségű, közepes fizetésű emberek. Tehát megint csak azt tudom mondani, valami érdekes probléma van középen, de visszautalva a kiindulása, nem arról van szó, vagy nem egészen arról van szó, hogy a világ ezektől a, 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 a kínos, fizikai, rosszul fizetett munkától megszabadul, hanem valami elkezd nagyokat harapni a középkategóriában, és emiatt a világ elkezd így polarizálódni. Megnő emiatt az egyenlőtlenség. Ugye a teteje jól van, az alja viszonylag jól van, középen van a probléma, megnő emiatt az egyenlőtlenség. Ezen az ábrán különböző országokban a klasszikus Gini indexet látják. Ugye a Gini index az az egyenlőtlenségnek a statisztikai mutatója, hogyha egyhez közelít, akkor abban az országban, azon a helyen magas az egyenlőtlenség, távol vannak vagyoni jövedelmi szempontból az emberek, hogyha nullához közelít, akkor egy egyenlő társadalomban vagyunk. Láthatjuk, hogy minden felsorolt országban, minden felsorolt országban az elmúlt egy-két évtizedben ez a Gini index növekedett. Van, ahol kevésbé, van, ahol jobban. Ugye azt mondhatjuk, hogy az Egyesült Államokban például drámai ez a növekedés, de szinte mindenütt nő az egyenlőtlenség, tehát valahol a társadalom megint csak azt mondhatjuk, elkezdett polarizálódni. Még látványosabb ez a polarizáció, hogyha a felső egy százalékot tekintjük. Ugye az elitet tekintjük, hogy az elit, ugye a felső néhány ember, a leggazdagabb emberek hogyan részesednek a jövedelmekből, itt már kifejezetten drámai változásokat láthatunk. Ugye látszik az, hogy az elit egyre jobban elszakad a tömegektől. Vagyonában, jövedelmében látványosan elszakad a tömegektől, ugye a leglátványosabb elszakadás az legalján ugye az Amerika Egyesült Államokban és Angliában, az Egyesült Királyságban figyelhető meg. Tehát megint csak ugye arra találunk bizonyítékokat, hogy polarizálódik a társadalom, nem egészen arról van szó, hogy nem csak arról van szó, hogy az agyáról veszítjük el a munkát és a jövedelmeket. Ebben a polarizálódásban egész biztos, hogy számos tényező szerepet játszik, és erről óriási viták vannak, erről könyveket, PhD-disszertációkat írnak, és szó sincs arról, hogy én meg tudnám mondani, hogy ez a polarizáció, ez pontosan mi történik, ellenben azt mondom, itt, itt kimondhatom, hogy szerintem ebben a technikai fejlődés is jelentős szerepet játszik. És ennek megvannak a maga tényezői, ugye ebben a polarizációban például szerepet játszik az, hogy a vezetői elit, a válatvezetői elit, ez is egyre inkább elszakad a tömegektől a jövedelmét tekintve. A jövedelmét tekintve. Itt szorzókat látnak ezen az ábrán, vagy ezen a, ezen a táblázaton. Azt mutatja, hogy egyes váltoknál a hierarchia legalja és a legteteje között jövedelmi szempontból hányszoros a különbség. Nagyon röviden egy vezérigazgató hányszor keres többet egy egyszerű munkásnál, vagy irodai alkalmazott. Az 1950-es években, amikor a Bell laboratóriumban feltalálták a tranzisztort, a Bell laboratóriumban ez a szorzó 12 volt. Tehát a Bell laboratórium egy felső vezetője 12-szer keresett többet, mint egy egyszerű beosztott. A 90-es években, és mellé tenném az internetláz idején, internetláz idején, a fejlett piacgazdaságban ez a szorzó elérte a 70-et. Tehát nem volt ritka már egyáltalán a 70-es szorzó. És nézzük meg itt az élvonalat. Az élvonalat, hogy a legelső cégnél a vezérigazgató 1795-ször keres többet egy egyszerű beosztottnál. A második helyezett 1640-szer keres többet egy egyszerű beosztottnál. Ezek elképesztő különbségek. Tehát valahol kezd kialakulni egy ilyen, Különleges elit, amiben vannak vezetők is, de valószínűleg benne van ebbe a körbe a technológiai elit is. Azok a mérnökök, azok a fejlesztők, azok a kiemelkedően tehetséges emberek, akik ezt a tehetséget jó jövedelmekre is tudják váltani. És nem véletlen, ez a növekedés, ugye ez a távolodás, ez valamikor a 90-es években vett nagy lendületet. Itt most kölcsönveszek néhány diát egy amerikai professzortól. Aki egy előadásában azt, azt mondta a közelmúltban, hogy a világ kezd tedekre és billekre bomlani. Olyan társadalomban kezdünk élni, amelyben tedek élnek és billek élnek. Kik azok a tedek? Ugye ők a kékek, ezt a szint jegyezzék meg, mert később ennek jelentősége lesz. Ugye a tedek diplomások, menedzserek, orvosok, jogászok, mérnökök, jól képzett emberek. Jól képzett emberek, az értelmiségnek, ha úgy tetszik, a krémje. És kik a billek, ők a pirosak nincs diplomájuk, kék kiszolgáló, adminisztratív jellegű munkát végeznek, és hozzátenném, hogy nem ők a foglalkoztatásnak a legalja. Tehát nem, bocsánatot kérek mindenkitől, nem az utcaseprőkről van szó. Igaz, hanem ilyen gyári, nem tudom, raktári alkalmazottról, adminisztrátorról. Tehát azt mondja ez a professzor, a világ, vagy legalábbis Amerika, tedekre és billekre, kékekre és pirosakra kezd bomlani, és jól láthatóan hasad a társadalom. Nézzük meg ezt a grafikont, ugye egy sok évet átfogó grafikon foglalkoztatás. A kékek viszonylag jól vannak. A tedeknek nincs bajuk. A pirosakkal, a bilekkel drámai a helyzet. Drámai a helyzet, és a helyzet kifejezetten romlik. A boldog házasság, ez már kifejezetten egy társadalmi jelenség. Ha úgy tetszik, hányan mondják magukról az, hogy boldog házasságban élnek. A tedek köszönik, jól vannak a billek esetében rendkívül látványos romlást tapasztalhatunk. Rendkívül látványos romlást tapasztalhatunk. Részvétel politikai döntésekben, ez most különösen érdekes. Ugye a tedek általában elmennek szavazni, a billek nem. A billeknél ez a tendencia, ez csökken, ez csökken. Egy picit felfelé kanyarodik ott a piros vonalnak a farka, azt hiszem 2008-ban. Ez talán az Obama jelenség, és elképzelhető, erről is vannak most viták, meg ugye a statisztikákat talán majd később látjuk, hogy a billek most megszólaltak Amerikában. És emiatt a világ kezd fordulni egyet, mint hogyha ez a hang megjelent volna. És az utolsó a bűnözés, ugye itt van az, ahol a piros vonal az magasan fölötte van, ugye a, a, a kék vonalnak. De hát ugye a piros azt jelenti, hogy, hogy, hogy a billek körében óriási mértéket ölt a, a, bűnözés. Ugye, talán tudják a statisztikát, az Amerikai Egyesült Államok lakosságának 2%-a börtönben van, és a nagy részük ezek szerint bír. Tehát így hasad egy társadalom. Ugye nem egy statikus dologról van szó, hogy ezek a görbék nagyon látványosan változnak, különösen a piros görbék, így hasad egy társadalom, és ennek a következményét valamennyien érezni fogjuk azt a hipotézis fogalmaztam meg már korábban is, és most meg is ismétlem, hogy ezekben a jelenségekben szerepet játszik a technikai fejlődés is. Nagyon sok minden más is, egész biztos. És nem biztos, hogy a technika a legfontosabb, de úgy gondolom, hogy szerepet játszik. Valószínűleg arról van szó, hogy a technikai fejlődés következtében a gépek elkezdenek egyre nagyobb darabot harapni a munkákból, és egyre erősebb a támadás a középkategóriájú munkákkal szemben. Tehát nem az alsó, korábban használtam ezt a mezőgazdasági példát, hanem a közép kategóriai munkákkal szemben a közép rétegek kezdenek elbizonytanodni, a közép réteg kezd valahogy eltűnni a világból, a közép rétegek gyengülnek meg. Három olyan technológiát említenék meg, amelyek olyan felségvizekre elvesztek be, amelyeket korábban kifejezetten emberinek tartottunk. Ugye az egyik a fejlett szenzomotoros mozgás az, hogy végig tudnék itt szaladni ugye a székek között én, mint ember, hogy nem ütköznék bele senkibe sem. Ezt a gépek most már meg tudják csinálni, ma lesz egy előadása a vezető nélküli autóról. Sokáig azt hittük, még évekkel ezelőtt is, hogyha az ember ilyen témájú könyveket olvas, hogy a sofőr szakma nincs veszélyben. Tehát olyan robotot, amelyik a Majakovszki utcából, ugye akkor még ki tud kanyarodni a nagykörútra a délután 5 órakor, ilyet senki se fog feltalálni. És nem tartom kizártnak, hogy pár év múlva lesz a Nelodonk, aki ezzel foglalkozik. Ez itt lesz közöttünk. És ez egy, ez egy nagyon rossz hír a sofőröknek. Optikai felismerés az, hogy én emberként képes vagyok itt arcokat megkülönböztetni. Több arcot felismerek, ugye mindenkiről meg tudom mondani, meg tudom satszolni, hogy meg, meg mennyi az életkora. Ugye optikai felismerés, a gépek egyre jobbak ebben, és ennek óriási jelentősége van, például az orvosi diagnosztika területén. Az embereknek a megítélése, az, hogy a számítógép jellemeket tud megítélni, jellemvonásokat tud megítélni, egész egy új jelenség. És ugye vannak bizonyítékok arra nézve, statisztikai elemzések, hogy a gép ebből a szempontból kezd jobb lenni az embereknél. A gép ítélete, ami egyébként ugye abból a grafikonból, amit itt használtam, ugye egy kísérletről van szó, a lájkokból következtet a gép, az általunk elpogyatotott lájkokból, a gép kezd jobb lenni a kollégáinknál. A kollégáink úgy látszik, hogy jobb emberismerők, a gép kezd jobb lenni, kezd jobb lenni a barátainknál, és lassan utoléri a házastársunkat. Tehát a gép kezd jó emberismerővé válni, amiről korábban azt hittük, hogy mondjuk a személyzeti munkát, a humánpolitikai munkát igazából veszély nem fenyegeti. Történik mindez, hogy egyrészt a technológiai fejlődés miatt, Másrészt pedig azért, mert működik a kapitalizmus szelleme. Igaz, vannak vállalkozók, vannak feltalálók, akik fejlesztenek, technikai fejlődés nem áll meg, vállalkozók dolgoznak, van, aki használja az általuk megcsinált újdonságokat, az innovációkat, és van, aki ezt az egészet finanszírozza, szépen működik a kapitalizmus szelleme. És akkor összefoglalva, egy nagyon érdekes koktélt kapunk ennek az egésznek a végén. Ugye van egy felgyorsult innováció, amit valamennyien tapasztalhatunk. Nap mint nap, óráról órára jelennek meg újdonságok. Van a társadalomban egy növekvő egyenlőtlenség, van egy polarizálódás, van egy stagnáló, lecsúszó középosztály, és mindezek benne vannak egy globális világban, ahol korlátok nélküli a kommunikáció. Ugye ezzel a helyzettel kell valamit kezdenünk, és hogy mit fogunk vele kezdeni, az borzasztan homályos. Ugye egyelőre azt látjuk, hogy csodák vannak, technikai csodák vannak, valóságos technikai csodák, jó párat be fognak mutatni a mai előadók ezek közül, és mindeközben pedig óriási feszültségek vannak a világban, a társadalomban, és a világnak a képe ebből a szempontból, mintha változna, és néha, mintha ez a változás radikális lenne. Utolsó dia, amit még szeretnék önöknek megmutatni, hogy vannak persze mindenféle elképzelések azzal kapcsolatban, hogy hogy lehet ebből az egészből kijönni. Mit lehet ebben az egészszel csinálni? És ezek az elképzelések ilyen színes léggöbbökként itt lebegnek körülöttünk. Tehát ha kinyitok egy újságot, belehallgatok valamelyik rádiócsatornába, vagy tévét nézek, amit újabban nem nagyon csinálok, találkozom ezekkel a nézetekkel, ilyen világmegváltó nézetekkel. Van, aki azt mondja, hogy több állami beavatkozásra lenne szükség. A világban az államoknak, erős államoknak kellene rendet tenni. Van, aki azt mondja, hogy oktatni kell, oktatni kell, oktatni kell, mert a világ csak úgy tud felzárkózni a technikai változások mögé. Van, aki azt mondja, hogy meg kellene jobban adóztatni a gazdagokat. Progresszív adóztatásra lenne szükség. Van, aki azt mondja, hogy egy állandó, stabil jövedelem kellene mindenkinek, amit akkor is megkap, hogyha éppen nem dolgozik stb. 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 Fogalmam is sincs, hogy ezek közül melyik lenne a megoldás, vagy melyik lenne az az ideális koktél, amelyik a felsorolt problémákra valamiféle megoldást adna. De az volt a szándékom, hogy az önök fejében, amikor az, előadás véget ér, akkor ezek a színes léggömbök maradjanak meg, és emlékezenek ezek közül néhányra. Köszönöm szépen a figyelmüket!